Idén 9. alkalommal Magyarország több helyszínén, így a Mátrában, a Bükkben, a Budai-hegységben és Zemplénben éjszakai nyitvatartással várták a látogatókat a libegők. A Zemplén kalandparkban éjszakai bobozással is összekötötték az eseményt, mely szintén közkedvelt program és nehezen megunható, ugyanis a kivilágításon minden éven változtatnak a kalandpark dolgozói. Az éjszakai események már hagyománynak minősülnek itt a Zemplén kalandparkban, és hát idén 9. alkalommal lett megrendezve a libegők éjszakája, ugye szombaton 13-án. Nagyon jók a tapasztalatok eddig. Én azt gondolom, hogy több mint 200-an eljöttek erre az eseményre, csak akik libegőztek. Ugye az alkalom ideje alatt a hüttében is tudtak fogyasztani a kedves vendégek, valamint hát nem utolsó sorban éjszakai bobozást is szerveztünk, ugye a pénteki és a szombati napra, ahol összességében 764 fő használhatta a bobot. Ez egyébként egy meglehetősen magas szám. Ugye nagyon sokan várták már az éjszakai bobozásokat a vendégek, új helyiek, és nagyon sokan kérdezték, hogy mikor lesz már. Na most ugye sikerült a hétvégén megszervezni. Most összekötöttek két programot, azonban az éjszakai lecsúszás lehetősége nem csupán évente egy alkalommal adott. Így idén nyáron többször lesz rá lehetőség, hogy a sötétben próbálják ki a bobpályát az érdeklődők. Azért is jó volt így egybekötni a két eseményt, hiszen ugye éjszakai eseményekről beszélünk, és ugye egy romantikus libegőzés után akár egy izgalmas éjszakai bobozás is még belefért a vendégeknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jók voltak a tapasztalatok, és én mindenképpen tudom ajánlani mindenkinek. Valamint hát nem utolsó sorban ugye szeretnénk még az idén nyáron is sok alkalommal megrendezni ezt az éjszakai bobozást. Általában a tavalyiakban az volt a menet, hogy általában két hetente rendeztük meg. Valószínűleg ezt is idén fogjuk tartani, bár hogyha ugyan össze, akkor akár hetente is inkább a szombatokra fókuszálva szeretnénk ezeket az eseményeket megtartani. Ugye mindenkinek a hétvége a szabad, és ezekre szeretnénk majd rákoncentrálni jobban. Éppen ezért érdemes lesz figyelni a Zemplén Kalandpark online felületeit, hogy senki nem maradjon le az éjjeli bobozásról.